Holnap hagyományos tönkölybúz aratásra invitálják a szervezők a vállalkozókedvű, tanulni vágyókat. Hiszen hagyományos eszközökkel, kézi erővel történő aratáson lehet részt venni és megtanulni az aratás hagyományos technikáját. Az ötlet még nincs egy hetes. Holnap lesz pontosan egy hetes. Ipolyszalkán voltunk a tájházban, és arról beszélgettünk, hogy van búzánk, le kéne aratni. Nem nagy, mert 1000 négyzetméter az egész terület, de hogy törtük a fejünket, hát mi kis nagy géppel nem lehet, kis géppel hogyan, és akkor ott az öregek megszólaltak, hogy ó, hát hogy miért nem kézzel. És akkor elkezdték mesélni, hogy hogy arattak, mikor indult, milyen eszközök voltak hozzá, megmutatták, egy csomó eszközt kaptunk és elhoztuk magunkkal, és annyira fellelkesedett mindenki, hogy azt mondták, hogy hát ha őket elhozzuk, akkor ők eljönnek és megmutatják nekünk. Visszajöttünk Tatára, vasárnap itt is az ismerőseinknek elkezdtük mesélni, hogy mit szeretnénk, hogy hagyományos kézi aratást. A kenderkébe a Kunkatalin rögtön ő is mondta, hogy igen, hagyományőrzés, támogatott bennünket, Farkas Emőkével együtt, ő is ott volt egyébként Ipolyszalkán, és összes ismerősünknek, akinek elkezdtük mesélni, mindenki egyre lelkesebb, hogy ők is jönnek, tehát hogy akarva akaratlanul ez egy ilyen össznépi lett, és mindenki adja hozzá az eszközét, a tudását, és azt szeretnénk újra megtanulni. Tehát mi sem tudjuk, nem tudjuk, hogyan kell, tehát tényleg nagy fába vágtuk, mert nem tudjuk, hogyan, de hogy újra meg szeretnénk tanulni, és átadni ezt a tudást azoknak, akik kíváncsiak erre. Az idősektől még meg lehet tanulni a kézi aratás technikáját, a marokgyűjtést is, így igazi, hagyományőrző aratás lesz. Sokan hoznak is magukkal kaszát, sarlót is hoznak. Hát igazándiból az aratáshoz ennyi kell. A kötelet, amivel kötjük a kévét, azt hagyományosan a búzá szárából fogjuk kötni, tehát minden teljesen hagyományos. Ott fogjuk kicsépelni, azt is teljesen hagyományosan, ilyen cséphadaróval fogjuk. Itt közben egyik ismerős adott egy olyan gépet, amivel majd hántolni lehet. Tehát, hogy ezek nem a mi eszközeink, ezt mindenki úgy adta. Ezek a zsákok is, amiket úgy küldtek nekünk. Tehát, hogy ez tényleg olyan össznépi, hogy mindenki most beleadja, amilyen van, és együtt megtanuljuk, és majd meglátjuk, hogy fog sikerülni, de bízom benne, hogy az idő is jó lesz, és akkor sikerülni fog. Régi Kalákában történő aratás lesz, ahol a közösség kialakul, megértik, átérzik annak a nehézségét, hogyan lesz a búzából liszt.